Sziasztok! A mai adásban egy igazi csemegét fogunk megnézni. Ez a technikrajongóknak lesz a nagy kedvence, főleg azoknak, akik imádják a munkagépeket. Mivel itt van előttem a 42030-as tételszámú Volvo, muszáj lesznem, L350F markolója. Egyfelől bocs, nem bírom megjegyezni ezt a furi szám meg betű kombinációt, ez az L350F annyira nem jelent nekem semmit. Szóval Volvo markológép, ami egy igazi különlegesség már abból a szempontból, hogy 1000 éve nyugdíjba ment. 2014-ben jelent meg, és 2016-ban nyugdíjazták, szóval most van 2024, akkor már 8 éve van nyugdíjba, és így az azért nem kevés idő. Illetve amit még érdemes róla tudni, hogy 1636 alkatrészből épül föl, és tele van elektromos alkatrészekkel is, amikre majd egy kicsit később ki fogok térni. De mielőtt megnézzük a Lego modellt, arra gondoltam, hogy kukkancsunk rá az eredeti L350F-es markológépre, hogy az milyen a valóságban, mert az is egy kegyetlenül nagy dolog. Ez nem az a szokványos markoló, amivel mondjuk az utcán találkoztok egy útfelújításnál, hanem ez ilyen bányákba dolgozó oltári nagy erőgép, ami az adott korszakában a brosúrája szerint nagyon fejlett volt, és nagyon jó üzemanyagfogyasztási adatokkal rendelkezett. Próbáltam néhány érdekességet kitúrni a sok-sok adat közül, és így az egyik az, hogy 2007 és 2017 között gyártották ezeket a monstrumokat, szóval volt egy jó kis 10 éves gyártási vagy elérési periódusa, és 16 literes, 6 hengeres motorja van. Elég sokat fogyaszt, valami 600 literes az üzemanyag tartálya, szóval félelmetesen nagy. Visszakanyarodva a Lego modellhez, érdekes módon itt még volt A és B modell a készletből. Az A modell ugye ez a markológép, aminél ugye, tehát úgy vannak az alkatrészek benne, hogy ezt lehessen úgy kirakni belőle, hogy az nagyon jól nézzen ki. De van egy B modell is, az pedig egy ugyancsak Volvo teherautó, ilyen szállító jármű, vagy tömpe, nevezzük, aminek szeretnénk. Az viszont eléggé furcsán néz ki, mivel maga ez a szállító része, az tiszta luk, mivel nincsenek benne ilyen nagy technik panelek, hanem liftarmokból áll a markoló, és akkor azt a dömpernél így nem nagyon tudják kihasználni. Minden esetre jó pofa, hogy még akkoriban volt gyári B modell is, viszont annyira nem nézett ki jól, szóval meg is tudom érteni, hogy miért ezt a verziót építették meg belőle. Most azért az egész gépet megnézve, nekem nagy azt mondjátok, hogy ez nem szép. Ez szerintem borzasztó szép, és nyilván a méretéből adódóan megvannak a korlátjai annak, hogy ezt mondjuk ki lehet otthon állítani a polcon, van-e akkor a polc egyáltalán, amin ez elfér. Ez borzasztó jó kérdés. Cserébe viszont vannak funkciói, amiket ugye lehet használni, és van az egy távirányító is, ez még a régebbi korszaka így a távirányítós technik legóknak. Szóval a kinézetre nagyon egybe van, nagyon rendben van az egész. Vannak speciális alkatrészek is benne, például ez a markoló lapát, ami összesen két készletben volt, ami kegyetlenül nagy, és nem értem, hogy ez így ránézel, és nem mondod azt, hogy Lego, de nyilván Lego, csak hogy ez annyira dedikált, és speciálisan ehhez van kitalálva, hogy az valami kegyetlen, hát nagyon furcsa. Aztán ugye vannak ezek a nagy felnik, a nagy gumik, ezek más későbbi készletekben is megjelentek, aztán tele van pakolva elektromos alkatrésszel, ahogy már említettem korábban, van benne egy 9 voltos elemtartó, az itt hátul helyezkedik el, alul, és ki tudjuk venni úgy, hogy itt ki kell húzni ezeket a piros végű exszülöket, és ha kihúzzuk, akkor az egészet ki tudjuk venni, ezt az egész alsó lökhárító részt,
a battery box-szal, így tudunk benne elemet cserélni, 6 darab ceruza elem kell bele a 6 darab dupla ás ceruza elem kell bele, szóval eléggé kis mohó és éhes gépről van szó. De nagyon jó, hogy így alakították ki az elemcserélési lehetőséget, ugye viszonylag könnyen hozzá lehet férni, illetve itt tudjuk bekapcsolni is, hogyha ezt a narancssárga kis kart valamelyik irányba elmozdítjuk. További elektromos alkatrészek a távirányító, ami ugye ilyen infrás IR, szóval fontos, hogy az adó és a vevő az így légvonalba lássa egymást, és ne legyen az, hogy valami doboz vagy bármi bekerül elé, mivel utána nem fogja annyira erősen érzékelni a jelet, vagy egyáltalán nem is fogja. A távirányítóban triplás elemek vannak, azok a vékonyabbak, és azt hiszem 3-3 darab, szóval ezek is éhes jószágok. A távirányítónál nincsen ilyen kikapcsoló gomb, az folyamatosan be van kapcsolva, szóval ez nem túl nyerő. Viszont a régi távirányítónál, a 9 voltos távirányítónál van egy csomó olyan lehetőség, hogy ugye tudjuk állítani a csatornákat, és ennek köszönhetően, mivel két távirányítóból áll, ezt így szét tudjuk szedni, szóval ez két külön távirányító, így át tudjuk programozni a markolónknak a funkcióit, hogy melyik karral mit mozgassunk, és ezt apum át kapcsolgatta, szóval most nekem is majd meglepetés lesz, amikor bekapcsolom, hogy mivel mit fogok tudni irányítani. Emellett pedig van benne kettő kis vevőegység, ezek itt találhatóak meg, és van még egy XL-es motor, egy L-es motor, egy M-es motor, illetve egy szervó motor is. Visszatérve a külcsínyre, kapunk jó néhány matricát, ugye többnyire a Volvo márka nevet tudjuk elhelyezni rajta, nagyon jól mutat, nem is kell rá több szerintem. És azért kidolgoztak pár, hát úgymond kisebb dolgot is, például a vezetőfülkét, amivel van egy kicsi kormánykerekünk, meg egy ilyen eléggé kényelmetlennek tűnő Technic liftarmokból készült ülés is. Aztán ajtót nem kapunk, szóval nincsen itt mit kinyitnunk, viszont van korlát a két oldalán a gépnek, és amúgy itt lenne a lépcső oldalt, ahol fel lehet rá mászni. Van egy ilyen kis, szerintem ez a kipufogó cső, ez ami itt kilóg, és itt, hogyha betekintünk, akkor látszódik a kamu motorja az egésznek, ugye a valódi gépnek itt van hátul a motorblokkja, és látható, hogy egy ilyen egysoros motorról van szó, és itt van a 6 henger, és ilyen zöld motorblokk szint kapott az alkatrész, ez meglehetősen érdekesen mutat benne. A pozitívuma ennek az egésznek, hogy amikor elindul a jármű, akkor mozognak ugye a kis hengerek a motoron belül, szóval ez eléggé jól ki van találva. És szerintem ezzel elmondtam minden ilyen külön kitérős dolgot az egészről, amit szerettem volna, szóval most kapcsoljuk be és nézzük meg milyen a játék vele, vagy az irányítás. Szóval még egyszer hátul kell bekapcsolni. Igen. Most érzékelt, hogy bekapcsoltam, és nagyon szépen tud előre-hátra menni, csak a kanalat, a markoló kanalat egy kicsit át kell kapcsolni. És látjátok, most mind a két távirányítónál ugyanazt a funkciót tudom csinálni, szóval ezzel is előre, mint hogy ezzel is az előre-hátrát tudom állítani, és ezzel is csak a markoló részt, szóval kicsi programozgatás szükséges. Szóval most egy óriási nagy amatőr hibát láthatok, hogy a videó elindítás előtt nem ellenőriztem le a markolót, és most az egyik funkció nem működik, mégpedig a kanálnak így az emelése, mivel azt még így tőből fel lehet emelni, és most egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mi a fenéért nem tudom működésre bírni. No hát, bocsánat a bénázásért, mert legközelebb muszáj lesz leellenőriznem a videó előtt, hogy működik-e, de
Esküszöm, két nappal ezelőtt még tökéletesen működött minden. Végül rájöttem, hogy egy egyszerű érintkezési hiba volt a ludas, és még amit nem mondtam el, hogy az érzékelőkön pedig tudjuk állítani a csatornát, hogy melyikkel menjen, ugyanúgy, mint ahogy itt a távirányítón. Szóval 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csatorna van, szóval összesen 4 csatornát tudunk használni. Szóval a funkciók megy előre-hátra, tud kanyarodni. És ez nagyon kis aranyos és cuki, hiszen így össze-vissza dobálja magát. Ezt nem vettem eddig észre. Nagyon kemény, szóval nézzétek, forog a kormánykerék is, és tényleg nagyon vicces, hogy az egész gépet így egy kicsit így összerántja a kanyarodáskor. Ez érdekesen néz ki, de tökéletesen jól működik. Szóval most eléggé hazárdíroztam, mivel az asztal szélén mentem bele, és pontosabban most az asztal szélénél állok, és féltem, hogy lehajtok a szakadékba, de megmentettem, bár nincs jogosítványom erre a gépre. És még van két másik funkció, az pedig így a markolókanállal kapcsolatos. Egyfelől ugye tudjuk állítani a kanálnak a dőlésszögét, így ki tudjuk önteni belőle a dolgokat, meg ugye bele tudjuk így dönteni, illetve fel tudjuk emelni magát az egész szerkezetet. Így. És most pedig, hogy ide képzelünk egy teherautót, akkor szépen bele tudja önteni a kanálba lévő kőket, földet, akármit, amit éppen... És úgy néz ki, hogy az összes létező hibát szinte sikerül elkövetnem ennél a videónál, mivel nem látszódott, hogy a kamera le fog merülni, és lemerült a kis galád. Szóval egy problémát megoldottam, erre a kamera lemerült, és így a mondandómba bele szakított megint, emiatt elnézést kérek. Gondolkodtam, hogy újra felvegyem, de arra jutottam, hogy ez így sokkal viccesebb, meg ez sokkal inkább levisebb, mivel ki mással történik meg ez egy vágott adásnál, mint nálam. Szóval így bele tudjuk önteni egy másik szállítójárműbe a rakományt, és nagyon korrektül működik. Most még egy picit így elkormányozom, majd kicsit játszok vele, aztán hamarosan lezárjuk ezt az adást. Szóval, mint ahogy azt említettem, egy egészen jól működő konstrukcióról van szó, nem mai példány, és ennek ellenére nagyon szépen és megbízhatóan tud működni, hogyha nincsen érintkezési hiba, amit, hogyha nem veszel észre, akkor nagyon megvakargathatod a buksidat, hogy mégis mit rontottál el. Illetve, hogyha az elemek elkezdenek lemerülni, és már nem tudják azt a teljesítményt átadni, akkor sem működnek a funkciók, de ezt is könnyen lehet orvosolni, mivel csak ki kell cserélni az elemeket, szóval igen, ez egy ilyen kis tipp bárkinek, aki találkozik ilyennel, vagy még nem találkozott ilyennel, és úgy érzi, hogy fog ilyen szerkezettel valamikor valamilyen úton, módon találkozni. Egy szó mint száz, egy egész korrekt dologról van szó, amivel lehet így bóckodni, meg nézzétek, tud integetni. Szóval most ő is búcsúzásul integetett nektek. Remélem, hogy tetszett nektek ez az adás, a rengeteg baki meg hiba ellenére is. Következőnek jobban fog menni. Nyilván nem ennél készletne, de majd egy másiknál. De mindegy, ez van. Hamarosan találkozunk majd egy másik adásban. Sziasztok!